fa vett árnyékot a Mátyás téri buszmegállóban felállított napelemes totemoszlopra. A készülék azonban így is tökéletesen működik. Környezetbarát módon mutatja a pontos időt, a megállót érintő buszok menetrendjét, valamint hogy mikorra érkeznek oda az egyes járatok. Mi is örülünk neki, hogy ilyen formában tudjuk, hogy mikor ér ide a busz. Hát jó megoldás, csak a buszoknak kellene pontosabban jönniük. Például nekem nincs menetrendem, mert abból nem szerettem kiszedni, és ha változik, itt meg a pontos van kijelölve. Azon kívül, hogy a totem napelemes, a várakozó utasok ennek a karnak a tekerésével állíthatják elő a működéshez szükséges energiát. A kijelző mutatja, hogy hány wattot termeltek. A tekerni azt a gyerekek nagyon szeretik. Úgyhogy abban gond nincs, hogy lemerülne. Nagyon örülök, hogy van napelemes és így energiatakarékos, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ez legyen. Különben olyan 2005-öket szoktam beletekerni, ha várom a buszt, ha sokat kell várni. A Mátyás térén kívül a Híd utcai buszmegállóban is napelemes totemoszlop áll. Bár csak pár hónapja helyezték üzembe, kijelzője már most nem működik. Sajnos ez a tendencia, hogy amit tönkre lehet tenni, azt sajnos tönkre is teszik. Úgyhogy ez szerintem nagyon rossz. Tehát én nagyon szeretném, hogyha ezek így működnének és jól működnének, de úgy látszik, hogy még nem válunk készen a gyilagerhez. A kartekerését egyébként a gyerekek élvezik a legjobban. Az energiatakarékos totemoszlopok napi szinten valamivel több, mint fél wattal működnek. Ennek egy negyedét kizárólag az utasok állítják elő. A működéshez szükséges többi energiát a készülékek a napkollektorból nyerik.